elkezdték egyre hosszabban lejátszani a bevonulásoknál, most már bőven volt egy zenét. Hát én azt gondolom, hogy két oka lehet ennek. Az egyik az, hogy a közönség is egyre inkább talán vevő erre, tehát hogy ennek is van azért egy kis sajátossága, hogy itt széttombolhatják magukat. Egy-kettő meg az, hogy azért Dirfan Düvenbode az utóbbi időben mutatott játékával szerintem erre rá is szolgál, mert az előző két European Tour fordulón egyszer döntőzött, múlt héten meg elődöntőzött, úgyhogy ha ebből indulunk ki, akkor a mai mérkőzésen is egy picivel én őt raknám esélyesebbnek. Igen, mint ahogy mondtam is, ugye most a legutóbbi három mérkőzésüket már ő nyerte, Danny Noppert ellen. Úgyhogy én is úgy érzem egyébként, hogy Dirk van Duivenbode esélyesebb, bár mondjuk tegnapi nap folyamán Danny Noppert erősen rá tudott gyakorolni a mai mérkőzésre egy igazán maratoni mérkőzéssel. Hát ugye tulajdonképpen ugyanazt csinálta, mint múlt héten. Tehát egy eddig azért teljesen ugyanúgy alakultak a dolgok Noppert számára. Megint Liam Mendel Lawrence-el játszott, és megint döntőlegben, megint egy bűnrossz mérkőzésen, és megint Dirk van Duivenbode ellen kellene valamit alkotnia, ami hát... valóban nem tűnik egy egyszerű dolognak. Most annyi különbség volt, hogy Duivenbode most nem Clemens ellen győzött szombaton, hanem Kellen Ritz ellen, de ugyanúgy 6-3-ra nagyjából hasonló játékkal, úgyhogy ha ebből indulunk ki, akkor most 6-5-re Dirk van Duivenbode fog nyerni. Legyen. No, 93-mal kezd a nagyobbik holland. Kettő tripla, 140. Mi akartam mondani viccesen a mérkőzés elején, hogy nagyon fontos dolgról fog dönteni ez a mérkőzés, hogy hallunk-e este favágó zenét, vagy nem. No, 91. 91-gel folytatja Danny Noppert. Egy 180-nal Duivenbode már kiszállón tud lenni, ezt ő is látja, de a második már nincsen benne a triplában. 140. Az a helyzet, hogy a második European Tour fordulón, ami ugye egészen konkrétan, hogy nevezzük is nevén, az a Leverkusen European Darts Open volt. Igen. Na, hogy ott játszott Noppert Csizivel egy nagyon erős meccset, 6-1-re nyert, 100 pluszos átlagot. Azóta volt 5 meccse a European Touron, egyiken sem dobott 92-nél nagyobbat. A 92, ez tegnap végül meglett Mendel Lawrence ellen, az utolsó legeket azért... összekapták a srácok, azért ott az utolsó 3-4 leg már egészen értékelhető volt, attól eltekintve, hogy nyilván nagyon lassan ment ez a német jó voltából, de hát tényleg az utóbbi időben azért nem jönnek a kimagasló teljesítmények Noppertől. Dupla 20. És megvan, nagyon szép. Duivenbodétól viszont több is volt az utóbbi időben. Ezúttal is egy 100 pluszos átlag, vagy 100 pluszos kiszállóval kezdi a meccset. Az előző két European Tour alkalommal, amikor elődöntős és döntős volt Dirk van Duivenbode, de mind a kétszer Gervin Price verte meg, úgyhogy ez jó hír lehet neki, hogy vele már nem találkozhat ma. Ebben most azzal találkozhat, aki kiütötte Gervin Price-t, ugye Michael Smith-szel az elődöntőben. Tényleg azért most már Duivenbode jó sorozata egy... jó ideje tart, konkrétan egy hónapja. Ott a 5. Player Championship fordulón negyed döntős volt, a 6. megnyerte, a 7. megint negyed döntős volt, a 8. a kivétel, mert ott kiesett az első meccsen, és aztán jött a European Tour döntője, meg múlt héten az elődöntő, úgyhogy ezek azért tényleg olyan teljesítmények, amik stabil, kiegyensúlyozott játékra utalnak. És ebben az évben nem volt még olyan, hogy 8. döntőt veszítsen a European Touron, mert a legelső állomáson is megnyerte még ezt a mérkőzését. 78. Danny Rigaud 140. Gyorsan megnéztem, hogy kitől kapott ki azon az egy versenyen
Honfitástól, igen. Igen, Demian Moll-tól. Láttam a David-t, azt hittem, hogy Demon Hatta az rosszul mellett, mert ő vele játszhat a következő mérkőzésén. Na, 20-ason kell maradni a Noppertnek, az jó. Dupla 10. Megoldja. 1-1. 15 nyilasa, 14 nyilasa válasz kezdésből. Ennek a jó teljesítménynek a konkrét European Tour rangsorban is megvan természetesen az eredménye. De ez az a European Tour Order of Merit, ami azt jelenti, hogy az Európa bajnokságra a kvalifikáció hogy áll. Ezt ugye nagyon magasan vezeti Price még így is, hogy ma korán búcsúzott. Evenbode a harmadik, Noppert a hatodik ebben a rangsorban jelen pillanatban. És hogyha azt nézzük, hogy a Pro Tour ranglistán jelenleg hogy állnak, hát Evenbode ott is a harmadik helyen áll, úgyhogy ez a hetes, ami most ott van a neve mellett, az nagyon hamar, sokkal jobb kiemelést. Igen, hát a következő fordulóra már egy márciusi állás szerint fog sorsolódni a kiemeltek sora. A következő az egészen konkrétan két hét múlva lesz, most egy hét szünet következik, és az Austrian Darts Open április 21 és 23-a között játsszák majd. Ez az egyik szabad hétvégénk itt a European Tourok tekintetében, de hát nem fognak unatkozni, mert egyébként meg ott lesz a Players Championship dupla forduló. Ja, viszont még nincsen kész a Wikipedia oldala a következő fordulónak, hogy így nem tudom mondani, hogy melyik kiemelés alapján történik majd. 148-at oldhatna meg Noppert, ezt most már ugye nem fogja megtenni. A 100 ponttal 48-ig tud lejönni. Evenbodenek kell az extra. Egy tripla megvan belőle. Második is, dupla 18. Megvan! 156-os kiszálló. Valamit mutat. Van ott egy lámpa, ami belevilágít a szemébe, azt mutatja. A hétvége legnagyobb kiszállója eddig egy 167-es volt. Igen, volt már egy pár próba 170-re. 57. Még mindig. Gond van. Hát vagy lámpa, vagy pedig valaki ott nagyon mozog, és... Easy fall. Nem jön a tripla Noppertnél, de egy azért jön, 93. Ez elég kevés első pályán. Nagyon Bodernek nagyon elvitte a figyelmét ez a zavaró körülmény, még mindig odafigyel. Még ehhez képest 137-tel jön le 280-ra. Mi van akkor, hogyha ide tud koncentrálni? Noppertnek viszont nem. Megint a harmadik nyíla jön csak tripla, 91 a dobás. No, 96. Folyamatosan arra felé néz. 140. Próbál szólni most hátulról valami biztonságének, vagy valakinek, hogy intézze ott már valamit. Érdekes. Majd, hogyha ő nyer, akkor úgyis lesz vele interjú a végén, és akkor majd esetleg kiderülhet, hogy mi történt. Hopp, ez a 120, ez nem lesz meg, úgyhogy simán lehet ebből 3-1. 26 csak. Dupla 7, az sincs meg.
Nem lesz dupla-dupla. 54 adobás, 40 maradt. Na, rámegy a dupla 7-re. Rá, biztos vagyok benne. Másik sincs benne. És a 35 belül van, úgyhogy Danny Noppert kiegyenlíthet. Most egy igen gyengére sikerült leg, már Snoppertet annyira nem fogja zavarni, hogyha behúzza, de hát ahhoz be kéne húznia. És behúzza. Meg is sikerül, 2-2. De közben rákerestem gyorsan, azért nincsen még Wikipedia oldala, mert hogy nem játszották még le a turkárdos selejtezőket az Austrian Darts Openre, úgyhogy majd ez, ha minden igaz, akkor 13-án lesz. Én ezt értem, de a kiemeltek attól már meg lehetnének. Igen, csak ilyen... hogy ugye úgy szokták megcsinálni, hogy akkor ott legyen már mindenki felsőről, hogy egyáltalán ki fog majd játszani. Mondjuk azok alapján egyébként akár ki lehetne következtetni, hogy kik a kiemeltek, hogy kik indulnak el a turkálatos selejtező, mert az ő neveik már ismertek, de hát itt most végig öngészni mindenkit, hogy az alapján ki volt ez a kiraszt. Egyelőre inkább nem tesszük meg magunknak. 112 névből kisorsolni azt a 16-ot, aki biztos itt lesz. Easy one. 81-es kezdés Diven Bodétal. Easy 83 a válasz rá. Csak, nem jön tripla. Leesik az első nagyon, le is vált inkább 19-re, ott jön a tripla. Egy jön csak 96. Na mondok azért olyat például, akiknek majd selejtezniük kell a következő fordulóra, Dimitri Vandenbergnek és José de Sousának, igen. Ők nem lesznek kiemeltek. Ők a lényegek, mert ugye az első 8 biztos. Persze, ők azért biztos. Annyira elő vannak, igen, és Dimitri Vandenberg és José de Sousa volt ugye erre a tornára is még a 15.-16. kiemelt. A Fangerben hiányában 180! De nekik már Vandenbergnek is selejteznie kell legközelebbre. 135 vissza. Viszont 142-re már rá lehet próbálni. Tripla 17. Azt szeretett volna, igen, 2-5, és utána dupla 20-at, de nem jött a tripla. Úgyhogy 125 pontnál járunk. A 25 nem jön. 109-nél azért mégis csak adod egyet. Marad 84. Negyvenig tud lejutni Dirk van Dijvenbode. Kell a tripla 20, akkor a 14-es és a bull. Az is jó, dupla 11. Ott van benne, 3-2. Na azért tett róla Noppert, hogy annyira ne legyen nagy visszaesés most már a játékokban ezzel a break-kel. Ő vezet most már 3-2-re. És jön a tripla most elsőre. 134 a kezdés. Oh. 135 a válasz. Erre azt tudtuk mondani, hogy csak a vezetésre ment. Így van. Most is jön egy tripla legalább. 100 pont. Erősít Danny Noppert, ugye megpróbálja megtartani ezt a break előnyt. Húha, szektorhiban. És aztán nem jön a tripla egyelőre. Na, egy jött azért a végén, 74. Ez egy kicsit Noppert ma már hajtja a vizet. Igen, neki egy tripla is elegendő ahhoz, hogy kiszállon legyen. És nem jön, 58 csak. Érdekes megoldás volt ez így, mert hogyha még az utolsó tripla lett volna, akkor sem lett volna kiszállón. Nem, bizony, mert 96-a 171 lett volna pont. De most már biztos kiszállón van ezzel a 140-nel, 69.
Egy tripla. Még egy azért jó lenne. Ott van egy bull is jó oda, 105-ig megy le így. Megvan a tripla 15, dupla 12, az is nagyon jó. 14 nyilassal ezúttal Danny Noppert. Most zsinórban behúz 3 leget és már 4-2-es előnyben van, úgyhogy úgy néz ki, hogy azért ez a kis közjáték Birfan Düvenbólét zavarta meg. 180, így eddig. Aztán lehet, hogy ezzel tett arra, hogy azért eddig tartson ez a blokk. Ott, hogy a negyedik legben 5 nyílból sem sikerült kiszállni a... Igen, azért kicsit visszavetette Düvenbólét. 180! Visszadobja Noppert. Negyedik. Ötödik. 140. 100 pluszos átlagon mind a ketten. Negyedik. Ennek az ötödik van mellatta. 100 pont. És így viszont egy triplával kevesebbet dobott akkor két kör után, úgyhogy Irfan Düvenbóldinak van egy kis előnye. Lehet, hogy ez most így semmisé válik. Na, nem, 93-ban 88-ra jut le. 221-nél nem ártana egy 100 pont legalább. Az megvan. A tripla, egy tripla. Második is benne, nagyon jó. 140-nel 81-ig. 18 és bull az útvonal. Így van, bull a végén, nincs meg. Danny, you require 81. Ő viszont tripla 19-re kezd. Megvan, dupla 12, az előbb egyből jött. Most is egyből jön. 5-2, egymás után két break Noppertől. Danny Noppert vissza, kettő padló gáz, és már a győzelemért kezd. Láthattunk itt az előbb 5-1-ről egy fordítást. Lesz-e 5-2-ről fordítás? 134, nagyon jó kezdés. Három triplával lehetett volna felülmúlni. 100 pont. Nagyon jó. 140. Semmit nem akar a véletlenre bízni Noppert itt a saját kezdéséből. 180 kell Irfan Düvenbódénak, nem lesz meg. Ó, nagyon nem lesz meg. Ez megint csak egy triplás kör. Jócskán le van maradva a hátsó pályán. Mert kiszállón van Noppert, 9 után 134-en. Nagyon jó az a... 90 pont csak. 6 nyíl a győzelemért. A tizedik számú kiemelt Noppertnek. Nagyon jó. Dupla-duplát szeretett volna, csak hogy a játék kedvéért, de 40-re tudott kerekíteni. Egy tripla azért érkezik, úgyhogy ott van 122-n, de Noppertnek 3 meccsnyila van. Elsőre benne van. 13 nyilas játék itt a legvégén. 104-es átlaggal Danny Noppert, hát azért látunk ma igazán kiváló teljesítményeket, és hát egyelőre nem igazán jönnek be a tippjeink. Nem bizony. Itt sem, meg az első meccsen sem az általunk esélyesebbnek vélt győzött, és hát az előbb meg már azt gondoltuk 5-1-nél, hogy valószínűleg vége van, aztán mégis lett nagy fordítás, úgyhogy innentől kezdve szerintem nem is mondunk semmit, hogy nem, kinek van nagyobb esélye. Meg, hogy kit akarsz tovább jutatni, és az ellenfelét fogom dicsérni. Jó, legyen így. Minden esetre azért a játék színvonalára nem lehet panasz, ez is egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. Hát én csak hasonló folytatásban reménykedem, mert hogy újabb mérkőzésünk következik itt a délután folyamán, egészen konkrétan a negyedik mérkőzésünkre. Gyorsan a tapasztalat. Köszönöm szépen.